Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, a mai vendégünk Szatmári András, az MTK világbajnok kardvívója, akinek köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Talán akkor beszéltünk itt utoljára, amikor ez a világbajnoki cím megszületett, és akkor arról beszélgettünk, hogy rengeteg tennivaló van még, sok minden történt is azóta egyébként. De most maradjunk egy kicsit a klubváltásnál, mert hogy azért ez egy kicsit meg szokta változtatni az ember életét, van, hogy kibillenti, van, hogy plusz motivációt ad. A te esetedben mi történt? Szia, köszönöm a meghívást. Érdekes volt a szituáció, igazából nem mondom azt, hogy a klubváltás, inkább a világbajnoki cím változtatta meg picit az életemet, és onnantól kezdve kezdődött el egy ilyen hógolyó gördülődni fölfele, hogy akkor hogy leszek és mint leszek. Beszéltem akkori klubommal, a Vasassal, hogy én mit szeretném, meg hogy szeretném az elkövetkezendő jövőmet elképzelni. Volt, amiben egyeztek, volt, amiben nem egyeztek a dolgok. Kaptam egy megkeresést az MTK-tól, ahol ugye az edzőm dolgozott, és igazából az edzéseket se tudtam úgy végezni, mert vagy innen szóltak, hogy menjek oda többet, vagy onnan szóltak, hogy menjek oda többet. Senkinek se tudtam igazából teljesen megfelelni, és akkor elhatároztam azt a döntést, hogy kaptam egy jó ajánlatot az MTK-tól, és akkor én egyedül meghoztam azt a döntést, hogy akkor váltok. Amihez egyébként a Vasas aztán segített, tehát hogy nem volt nagyon nagy probléma ebből, és jó fejek voltak, elengedtek. Nem kellett különösen ilyen nagy árat fizetnem, nekem se, meg a klubnak se, úgyhogy jó volt. És ami a legfontosabb volt az, hogy most már azért tudom, hogy hova tartozom, és egy nagyon jó csapatba kerültem, illetve ismertem is már őket. És az, hogy az edzőmmel gyakorlatilag tényleg napi szinten több órát együtt vagyunk, ez egy nagyon jó dolog, látja azt, hogy én mit csinálok délután, hogy edzek, hogy készülök föl. Ez mennyit számít? El tudod ezt nekünk mondani laikusoknak, akik ezt a sportágat soha nem csináltuk? Egy olyan sportág, ahol azért nagyon-nagyon komoly koncentráció és agymunka van. Nagyon nem mindegy, hogy ki áll melletted, hogy mit mond, melyik pillanatban mondja, attól motiváltabb leszel, vagy éppen elkeseredettebb. Az edződ egyébként közben megkapta a mesteredzői díjat is, tehát elismerték az ő szakmai tevékenységét. De mi az, amit ő emberileg, mert hogy ez egy nagyon fontos dolog, hozzá tud tenni ahhoz a munkához, amit ti végezte? Ez így igaz, tényleg nem mindegy, hogy ki áll a Pást mellett, és azt gondolom, hogy mi nagyon jól megértjük egymást mind a Páston, mind a Pást mellett is, tehát hogy mi, nekünk egy olyan szoros kapcsolat alakult ki viszonylag rövid időn belül, ismert engem, tehát egészen kiskorom óta ismer engem, és látta a pályafutásomat, ahogy én fölnőttem, úgyhogy nekem a választásom azért is esett rá, amikor megkérdőjeleztem, hogy akivel dolgoztam, edző az jó, és aztán elhatároztam, hogy edzőt váltok, azért is esett rá, mert ő már ismerte az előző pályafutásomat, és már akkor is jobban voltunk, és ez azóta sokkal erősebb, sokkal szorosabb kapcsolat alakult ki köztünk. Én igazából nagyon felnézek rá, szakmailag is, meg emberileg is, amit eddig végrehajtott, illetve ahogy dolgozik, és az, hogy tényleg napi szinten 10-12 iskolát lead felnőtt tanítványnak, azért az is egy olyan munka, tehát egy iskola az legalább fél óra, a többit azt ki lehet számolni, akkor az nagyjából milyen munka, olyan koncentrációt igényel neki is az, hogy úgy asszisztálja le azokat a gyakorlatokat, ahogy kell. Úgyhogy azt gondolom, hogy minden szempontból felnézek rá, és tisztelem, és azt gondolom, hogy azért is van közöttünk egy ilyen kapcsolat, és tud engem motiválni pár szóval is, akár hogyha az egy perces szünetbe az alszó közben kell valamit mondania, akkor nem szokott nagyon nekem esni, vagy bármi olyasmi, hanem inkább csak próbál motiválni, biztatni, hogy én meg tudom csinálni. Voltunk már a világ tetején, és nyugodtan kezdjek vívni, nyugodtan csináljam, és nekem ez bőven elég ahhoz, hogy én átlendüljek azon a holtponton, ami éppen akkor van, ne adj Isten. Dobálod nekem a labdákat ezzel a motivációval, meg a világ tetejével, mert pont azon gondolkoztam korábban, hogy nektek, akik a világ tetejére készültök, legyen az Európa-bajnokság, olimpia vagy világbajnokság, mit ad, vagy hogy tudtok készülni egy országos bajnokságra, vagy mondjuk egy magyar kupára, mert hogy azért mégiscsak egy teljesen más kategória, más közeg, más verseny, ugyanakkor hát persze fontos a klubnak, és nyilván fontos azért gyűjtögetni ezeket a címeket nektek is. Igen, most azért is volt különösképpen fontos nekem ezek a magyar kupák, illetve az országos bajnokság, mert most váltottam klubot augusztus végén, szeptember elején, és meg akartam mutatni a klubomnak, az MTK-nak, hogy,
hogy nem véletlen, hogy engem leigazoltak, és jó vagyok, és én mindig tudom uralni a mezőnyt, ha arról van szó, úgyhogy meg is nyertem ebből két magyar kupát. Sajnos az országos bajnokságon Szilágyi Áronnal összekerültem viszonylag korábban, a 8 között, most ő volt jobb az egyéni verseny alatt. Persze meg akartam nyerni, mint minden versenyt, most az nem sikerült, az neki jobban jött ki, viszont a csapaton meg annyira összeszedtem én is magamat, meg a többiek is, hogy megmutattuk, hogy mi együtt erősek vagyunk, és csapatban viszonylag simán uralva a mezőnyt és az egész napi vívásunkat meg tudtuk verni őket, meg tudtuk verni a Vasast. Úgyhogy az azért egy jó érzés volt, hogy így zártuk az évet győzelemmel és elégedettek sikerrel. Voltatok egymással? Azt gondolom, hogy elégedettek voltunk. Persze ez miután azért mégiscsak egy egyéni sportágról beszélünk, jó lett volna, ha egyéniben is sikerül nyernem, de azért jó volt az, hogy csapatban mindenkinek a nyakába került egy aranyérem a végén. Te olyan szerencsés vagy, hogy ott van a Szilágyi Áron, és te láttad azt, hogy ő hogy készül, hogy mire képes, hogy tud eljutni a világ csúcsára, és ugyanakkor olyan nehéz neked, hogy itt vagy fiatalként egy olyan előddel, aki ott van a páston, aki nagyon jó, akinél sose lehet tudni, hogy melyik az a pillanat, amikor bárkit meg tud verni. Ezt a kettőséget te hogy éled meg? Nehéz nekem olyan szempontból, hogy sokan kérdezik, hogy példaképként ugye mondják, hogy Szilágyi Áron. Viszonyítási pont. És nekem nehéz úgy felfognom, mert gyakorlatilag egy évvel kezdte korábban, mint én, és tényleg én végigkövettem az egész pályafutását, és láttam azt, hogy mit tesz vele, hogy csinálja, ahogy nyeri egymás után a versenyeket, ahogy fejlődik, stb. Persze az ember próbál hozzá felérni. Eddig azt gondolom, de mondjuk az elmúlt 3-2 esztendőben sikerült azt mondom, hogy felérnem valamelyes hozzá, utolérni azt gondolom, hogy még azért nem, de valahogy odaérni másodikként, ha a férfi kardról beszélünk manapság, de közben egy nyomás is, hogy igen, hogy azért, ha egy laikus megkérdeznek, hogy akkor a vívásról beszéljem, vagy mondjon valakit a vívásból, mindenki a Szilágyi Áront fogja mondani, holott azt mondom, hogy én meg egyéni világbajnok vagyok, ami mostani mezőnyben, akik még vívnak, nincsen rajtam kívül, magyarok közül. Viszont nyilván a laikusok többen nézik az olimpiát, és az a fontosabb, és én is persze ott szeretném azért majd Tokióban megmutatni, hogy mit is tudok. Ezt már megbeszéltük, hogy mindenképpen kell egy aranyérem. De igen, és arra is készülünk, úgyhogy ezt majd meglátjuk, hogy mi lesz a jövőben. De tényleg az egy nehéz helyzet, hogy ő van, de közben meg jó is, tehát hogy igazából ilyen kettős érzések vannak vele szemben. Megint egy labda, mi lesz a jövőben? Mi lesz a jövőben? Mi az, amiben van fejlődési lehetőség? Mi az, amiben úgy érzed, hogy előre tudsz lépni? És ha előre tudsz lépni, akkor mi az, ami bevallhatóan várható eredmény? A cél igazából az idei magyarországi világbajnokságon az, hogy csapatban egy olyan eredményt érjünk el, ami megkönnyíti majd a kvalifikációnak az útját, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag ha érmet szerzünk, de ha kettőben vagyunk, akkor azt gondolom, hogy majdnem megvan a repülőjegyünk is. És hazai pálya ebben nyilván segíthet sokan. Hát reméljük, hogy így lesz. Nyilván a közönség az hatalmas lesz. Én 2013-ban, amikor itthon volt a világbajnokság, már volt szerencsém ebben, és tényleg hatalmas élmény volt, szenzációs dolog volt, hogy milyen közönség, és mennyit tudnak segíteni. Úgyhogy én nagyon várom már a VB-t, nekünk lesz itthon előtte egy budapesti világkupánk is, úgyhogy már igazából arra is kíváncsi vagyok, hogy hányan jönnek ki, remélem, hogy minél többen, pont amiatt, mert lesz itthon világbajnokság majd, ráadásul ugye kvalifikációs, úgyhogy remélem, hogy sokan kint lesznek, és már egy kicsit meg lehet tapasztalni azt a hangulatot, ami majd várható majd a VB-n. Mennyit változott szerinted a nemzetközi mezőny 13 óta? Változott sokat, volt, aki abba hagyta, de nem jelentősen. Tehát azt mondom, hogy ha megnézzük a 2013-ban ki volt a világmester első 16-ban, meg megnézzük, hogy ki van most, akkor azt mondom, hogy nagyjából 5-6 ember cserélődött. Tehát hogy az a 10 ember, aki akkor is benne volt, az most is benne van. Persze cserélődött az évek folyamán, azért volt, aki kiesett, volt, aki ismét bekerült, cserélődtek az emberek, meg volt tényleg, aki abba hagyta. Viszont ugye jönnek fel a velem egy korosztályú fiatalok, erősödnek bele a mezőnybe, ugyanúgy, ahogy én is, és akik már akár versenyt nyertek, akár most a világbajnokságon, nálam 2 évvel fiatalabb lett a második, tehát hogy jönnek fel a fiatalok, akikre már oda kell figyelni. Kell rájuk figyelni, vagy magatokra kell csak figyelni, és akkor minden rendben lesz?
Igen, de ha magunkra figyelünk, és azt csináljuk, amit kell nekünk csinálni, akkor azt gondolom, hogy nem lehet nagyon nagy probléma, de persze azért fél szemmel a többiekre is kell figyelni, hogy és mint csinálják a dolgukat, de meg készülni, videózni akár belőlük, de úgy vagyok vele, és mi úgy is edzünk, hogyha mi rá tudjuk kényszeríteni a akaratunkat a másikra, akkor nem lehet probléma abból. Telt házat kívánok nektek, és azt az eredményt, amit szeretnétek elérni. Köszönöm szépen, hogy eljöttél és beszélgethettél. Köszönöm szépen. A kedves nézőknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, viszontlátásra.